olyan helyen élnek a természetben, ahol fehér homokos a folyómeder, a Krüger Nemzeti Park területén. Még egy különlegessége van az oroszlánoknak, csak akkor lesznek fehérek az utódok, hogyha a hím és a nőstény állat is fehér színű. A világ legritkább állatai közé tartoznak a fehér oroszlánok. Itt a Nyíregyházi Állatparkban több példány is található belőlük. A hím mellett annak utódai élnek. A három, ma már ivarérett nőstényen kívül pedig egy különlegesen kialakított kifutó ad otthont egy másik nősténynek is, ahol társbérletben éli mindennapjait. Először 1928-ban lehetett hallani erről a különleges színváltozatról, majd később Chris McBride, Timbavati fehér oroszlányai című könyve hozta meg számukra igazából a népszerűséget. Innentől kezdve azonban a fehér ember megneszelte a létezésüket, és végveszélybe kerültek. A Nyíregyházi Állatpark rengeteg fajt mutat be a macskafélékből. Legutóbb különleges tenyészpárral gyarapodott a park lakóinak száma. A szerválok az afrikai szavannákon élnek, nem csak úszni, fára mászni is kiválóan tudnak. A kifutójuk is le van fedve, hiszen alapvetően erre a macskafélére jellemző, hogy akár 3 méteres ugrásokra is képes. Ezt a tudományát még nem láttuk itt a parkban, de alapvetően a szakirodalom erről már bebizonyosodott. Nyilván ragadozóról van szó, tehát kisebb emlősökkel, madarakkal táplálkozik előszeretettel, de leginkább alkonyatkor és pirkadatkor aktív. A Sóstói Állatpark nem csak nagy macska nagy hatalom. Az ország legnagyobb vastagbőrű gyűjteménye is itt található. Az idén 25 éves park 35 hektáros területén összesen 5000 állatfaj látható.